cégüknél mit értenek fenntarthatóság alatt, a vállalati működés mely területei érintettek? Fenntarthatóság egy nagyon összetett kérdéskör, amelynek minden területe a vállalatunknak részese vagy elszenvedője, fogalmazzunk így. 2040-ig két lépcsőben szeretné a CETEF megvalósítani a klímasemleges gyártását. Kizárólag a nagyvállalat iránymutatása szerint menedzselik a fenntarthatóságot, hogy vannak saját nevezetett módszerei, ma esetleg példákat említeni. A szervezetünk az erősen centralizált, ebből a szempontból kifolyólag a legtöbb irányvonal az központilag érkezik. Természetesen vannak helyi törekvések is, amik arra hivatottak, energiamegtakarítás, egy kis people management, jobb kihasználása a meglévő tereknek, területeknek, valamint optimalizálás. Ugye ezek mind-mind a fenntarthatóság részei, valamint lokálisan benne vagyunk a beszállítók kiválasztásában, a kiválasztás előkészítésében, ahol szintén a CO2 csökkentés és a maga a fenntarthatóság és a klímasemlegesség jegyeit minden beszállítóknál vizsgálni kell, és egy-egy új termék nominálásánál ezek elengedhetetlen feltételek.